Szép estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Zuglói Egészségfejlesztési Irodának a Czöli klubja. Ugye még mindig online vannak a szolgáltatásaink, így itt a Facebookon élőben jelentkezünk be. Ugye ez a klub a lisztérzékenységről szól leginkább, és ebben az alkalomban egy kicsit megnézzük, hogy a cöliákiának és a szívérendszeri betegségeknek van-e kapcsolata, hogyha van, akkor ez hogyan néz ki? Ezt dr. Varga Péter fogja a hallgatóságnak tolmácsolni. Itt van velünk Imre Etelka dietetikus, aki szintén ebben a témában fog hasznos információkat elmondani, illetve most ez egy szuper rendhagyó klub, hiszen van egy meglepetés vendégünk, akit most én még nem árulok el, hogy kicsoda, viszont azt az információt elárulom, hogy főzni fog itt nekünk, úgyhogy egy ilyen látvány dologban lesz része mindenkinek, aki nézi a bejelentkezésünket. Én most át is adom a szót dr. Varga Péternek és Imre Etelkának, aztán pedig a következőkben a meglepetés vendégünkről is lehull a lepel. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, remélem hasznos információkhoz jutnak. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm klubtagjainkat és mindazokat, akik a korai estén csatlakoznak hozzánk, mert érdeklődnek a gluténmentes étrend és az egészséges étkezés iránt. Már is kezdődik a mai előadásunk. A szó dr. Varga Péter háziorvosé, aki a lisztérzékenyek érdekképviselete országos egyesületének elnökségi tagja. Hallgassuk szeretettel! Köszönöm szépen, Etelka! Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőinket itt az online Czöli klubban. A mai témának a szívbarát táplálkozást választottuk. A szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének ez egy bizonyítottan hatékony módja, és ezt fogjuk megbeszélni Imre Etelkával, aki dietetikus és élelmiszeripari mérnök, és reményeik szerint a technika is úgy akarja majd, lesz egy meglepetés a műsornak a második felében. Természetesen ehhez kell sok minden technikai feltétel, kellenek a nézők is. Nagyon köszönjük azt a nézettséget, amit az elmúlt Czöli klubban tapasztaltunk. Közel 4000-en látták a műsort, ha ezt így lehet nevezni, és természetesen ez köszönhető annak az EFI, a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak, akik profi módon végzik a munkájukat, és ezeket az online közvetítéseket is lehetővé teszik nekünk, és természetesen a lisztérzékenyek érdekvédelmi országos egyesületének is. Köszönjük a támogatást, hogy ezek a Czöli klubok, ezek mindig az ő támogatásukkal is jönnek létre, és májusban reméljük, hogy megdöntjük ezt a 4000-es nézőszámot, amit az áprilisi Czöli klubunk elért. Én azt kérem a nézőinktől, hogy ismerőseikkel, barátaikkal itt a Facebookon most osszák meg gyorsan ezt a mai műsorunkat, és ha sikerül a technikai feltételeket is létrehozni, amihez természetesen tapasztalat is kell, ez is rendelkezésre áll, akkor sok érdekes előadást hallgathatnak még itt az EFI-nek a műsoraiban, mert az EFI az tulajdonképpen átment az online térbe, sikerült megvalósítani szinte minden programját, akár a tornák, akár a pszichológiai témájú előadások, akár most ez a Czöli klub is ennek a kereteiben tud menni, és hát mi is a munkatársak tulajdonképpen nem is találkozunk személyesen egymással, kivétel most ez az alkalomi Etelkával, de hát mi is most itt maszkot viselünk természetesen. Munkatársainkkal online videócset segítségével szoktuk tartani az értekezleteket, és én azt hiszem, hogy közülünk senki nem gondolta volna még egy évvel ezelőtt, hogy így fogunk működni. Nekem személy szerint is nagyon fontos, hogy a Czöli klub nem szakadt meg, hanem így tovább tud működni ebben az online térben, és ezzel szeretnénk is példát, illetve ötletet adni a többi lisztérzékeny csoport számára,
hogy lehet ezeket a klubokat így is személyes találkozás nélkül, de mégis együtt kiki az otthonában nézőként, vagy mi most a munkahelyünkön a számítógép előtt ülve ETLK-val tudjuk az információkat szolgáltatni önöknek. Szeretném megemlíteni, hogy a május hónap az mindig különleges a lisztérzékenyek számára, mert május 3. hétvégére esik a világnapja a lisztérzékenységnek, most május 16-án szombaton lesz ez, és ennek megfelelően a hazai lisztérzékenyeket segítő érdekvédelmi országos egyesület is májusban a világnapon szokta megtartani a közgyűlését, amely most sajnos nem tartható meg természetesen, majd valamikor később meg fog valósulni. Nem tudom, hányan tudják, hogy az egyesület tagjai számára negyed évente megjelenik egy újság is, ezt így megpróbálom megmutatni. Hát már a címlapján is látszik, hogy ez egy különleges szám. Egyébként sok érdekes cikket lehet olvasni a lisztérzékenyek által fogyasztható élelmiszerekről, a termékek beszerezhetőségéről, receptekről, hogyan lehet ezeket a gluténmentes termékeket, ételeket elkészíteni. Természetesen az egyesület által támogatott rendezvényekről, eseményekről és azokról a tudnivalókról is lehet benne olvasni, ami a betegséggel kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket és információkat osztja el. Ezért is hoztam ezt a példát, hogy megmutathassam önöknek. És ez a szám azért egy kicsit más, mint az elmúlt 24 évfolyam negyed évente megjelent számai, mert nagyon sok cikk foglalkozik a koronavírussal, javaslatokat tesz a vírus elleni védekezéshez, és ebben a helyzetben a lisztérzékenyeket érintő változásokról, mint például arról, hogy az általuk kedvelt gluténmentes termékeket forgalmazó, illetve előállító cégek és az erre szakosodott vendéglátó helyek, ha most nem is érhetők el személyesen, akkor is meg kell nézni a honlapjukat, és kiszállítást vállalnak, ez benne van az újságban egyébként. És hát ez a májusi szám most azért is egy különleges szám, mert ez egy ünnepélyes alkalom az Érdekvédelmi Egyesület életében, mert most 30 éves, 1990-ben alakult meg, Koltai Tünde elnökasszony írt is egy születésnapi köszöntőt, és én is boldog születésnapot kívánok az egyesületnek, és javaslom, hogy minél többen csatlakozzanak önök közül is az egyesülethez, amit megtehetnek például itt a Facebookon is, hogy jelentkeznek, megkeresik a Facebookon a lisztérzékenyek Érdekvédelmi Egyesületének az oldalát, és ha ott felveszik a kapcsolatot, akkor önök is tagokká válhatnak. Szóval vissza ez a bizonyos különleges alkalomhoz, ami itt nálunk egy kicsit másképp fog zajlani, mint eddig, lesz egy vendégünk, és én azt szeretném megkérdezni, illetve a nézők felé, ETLK-a kérlek, mondj pár szót arról, hogy mit is fognak majd látni ma a nézők az online Czöli klub műsorának a második felében. Hát a mai klubprogramunk nagyon érdekesnek ígérkezik, reméljük, hogy a technika végig velünk lesz, és annak ördöge nem hiúsít meg semmit, amit elterveztünk. A szív- és érrendszeri betegségek és a cöliákia kapcsolatának étrendjéről fogok beszélni nektek, és meglepetéssel is készülünk. Csatlakozik hozzánk Balogh Sólyom Kinga az előadás második felében majd, a mi műsorunk második felében. Ő egy mesterszakács, aki a gluténmentes konyha rejtelmeibe fog beavatni bennünket, és fantasztikus látványkonyhai produkcióval kápráztat el majd mindannyiunkat, és ezt mi is nagyon kíváncsian várjuk. Ugye Péter, csak rettentően sajnáljuk, hogy nem egy helyszínen vagyunk, hogy utána meg is kóstolhatnánk azt, amivel a Kinga készül nektek. Ha a járvány nem írta volna át az eredeti programunkat, akkor ma ugye a szívbarát táplálkozásról egy kardiológus orvost is szerettünk volna meghívni, hogy ő is mondja el, mint szakértő szakember a tudnivalókat, de hát tavaly december végén, amikor ugye az idei évben is betervezett 10 Czöli klubnak a programját, ugye ami minden hónap második szerdáján így 18:30-kor kezdődik. Szóval amikor azt a programot írtuk, akkor még tőlünk nagyon-nagyon messze, én meg is néztem egy honlapon, 7917
kilométerrel arrébb, egy kínai városban, aminek a nevét azóta már mindenki hallotta, Wuhanban sajnos felütette fejét egy felső légúti tüneteket okozó járvány, és nagyon kevesen gondolták, hogy ez milyen jelentőséggel fog bírni, mennyire át fogja alakítani az életünket. Ez a vírus, ami szabad szemmel nem is láthatunk, méretei miatt csak a világ legerősebb felbontású úgynevezett elektronmikroszkópjával tudjuk megnézni, mert olyan kicsi, hogyha a porszemet 1000 részre vágnánk, akkor is kisebb lenne ennél. Viszont borzasztóan veszélyes tud lenni. Amikor a tudósok ezzel az úgynevezett elektronmikroszkóppal tanulmányozták a vírust, akkor azt vették észre, hogy ennek a vírusnak van egy jellegzetessége, hogy elképzelünk egy kis gömböcskét vagy köröcskét, akkor ebből kis tüskék állnak ki a felszínéből, ránézésre ezt koronának is lehet mondani, és innen kapta ez a vírus a nevét. Ez egyébként egy fontos szerkezeti jellegzetessége, ami abban segíti, hogy a szervezetbe, hogyha bekerül, akkor meg tud kapaszkodni egy sejtnek a felszínén, és abban a sejtben bejutva szaporodni kezd, és a sejt pusztulásával már több ezerszeres vagy milliószoros másolatát hozza saját magának létre, és így újabb és újabb sejteket fertőz meg. Sokat megtudtunk már a koronavírusról, tudjuk például, hogy cseppfertőzéssel terjed, vagyis a levegőbe tüsszentéssel, köhögéssel kikerülő cseppecskékben lévő vírus a legalább 2 méteren belül lévő másik ember által belélegezve fertőzőképes. Ezért a teszteléskor az orr és a torok nyálkahártyájából vesznek mintát, és keresik a vírus örökítő anyagát, az úgynevezett RNS-t, ezt így, ha kimondjuk, akkor úgy mondjuk, hogy ribonuklein savat, ami egy elég bonyolult szó. Ez az örökítő anyag, ez alkotja tulajdonképpen azt a gént, ami a vírusnak a tulajdonságait átörökíti, és ez nagyon egyszerűsítve úgy működik, mint egy számítógépes program. Ugye a számítógép belsejében irányít, és mi csak azokat a tulajdonságokat látjuk, amit a képernyőn megjelenít a számunkra, vagyis amilyen tulajdonságokat, ezt a betegség okozó tulajdonságot látjuk ennél a vírusnál. Tehát a biológia és a kémia, ugye ez egy nagyon szép dolog, és nagyon sok mindent a tudomány ma már felfedezett. És én most csak egyszerű dolgokat szeretnék erről mondani önöknek, hogy ha annyit megegyeznek, hogy a cseppfertőzés az azért fontos szó, mert a maszkok viselését mi pont azért ajánljuk önöknek, mert ezek a cseppecskék ugye a levegőben repülve 2 méteren belül a másik ember által belélegezve fertőznek, és ha önök is és mások is viselik ezt a maszkot, akkor ennek az esélyét minimálisra lehet csökkenteni. A másik dolog az, hogy nem csak ezeket a sebészeti maszkokat lehet akár használni, hanem bármilyen sűrű szövésű textil darabot, amit az orrunk vagy a szánk köré tekerünk, ami átakarja és megakadályozza ezeknek a cseppeknek a belégzését, az ugyanolyan hasznos, sőt a sebészi maszk, amit rajtam például látnak, az egyszer használatos, 4 óra múlva el is dobhatom, mert föl is kell vennem helyette egy másikat. Hetelkán például egy ilyen textil maszk van, és én úgy tudom, hogy azt akár vasalóval is lehet fertőtleníteni, tehát többször használatos. Aztán fontos, hogy ezt megtegyük nem csak a magunk, hanem mások egészségének a védelmében, de még önmagában sajnos ez sem elég, mert ez a vírus a külvilágba kikerülve pár óráig még életképes marad, rákerül tárgyakra, például valaki a tenyerébe tüsszent vagy köhög, és akkor utána megfog tárgyakat, mint például a kilincseket, kapaszkodót buszon, villamoson, vagy az ajtón bemenve, a liftbe beszállva megfogja annak a kilincsét, akkor, és utána önkéntelen is nő is egy másik ember hozzányúl, és az orrához vagy a szájához ér, akkor ez is elég, hogy a vírus bejusson a szervezetünkbe. Ezért nagyon fontos, hogy a kézmosást is rendszeresen gyakoroljuk. A kézmosást már pedig nem elég csak egyszer leömlíteni, hanem langyos, szappanos vízzel kell legalább 20-30 másodpercig különböző mozdulatokat végezni. Először a tenyerünket kell megmosni, utána a kézhátunkat, az ujjainkat,
különböző módokon, illetve a hüvelykujjunkat külön-külön is, illetve az ujjaink végét a tenyerünkhöz kell dörzsölni, és ezt tegyük meg minden étkezés előtt, hazaérkezéskor, vagy minden olyan helyszínt elhagyva, amin például bemegyünk a boltba, és kosarat veszünk a kezünkbe, akkor utána ugyanúgy érdemes kezet mosni, hogyha nincs nálunk, vagy nem tudunk elmenni a mosdóba, akkor vannak különböző 60-70%-os alkoholtartalommal rendelkező gélek, ezeket is vigyünk magunkkal, és ezzel útközben is tudjuk feltölteni a kezünket. Ez a vírus, ez egy olyan dolog, ami sajnos az emberi természetünkkel ellentétes tulajdonságunkat is befolyásolja, mert ha találkozunk egymással, akkor üdvözöljük egymást kézfogással, öleléssel, családtagjainkat, puszival is, de most ezt is ajánlatos mellőzni. Mit mondhatunk erről a vírusról, hogy ez egy élőlény? Hát nem skatujázható be tulajdonképpen így, a vírusnak szüksége van egy gazda szervezetre, amiben vannak sejtek, enélkül életképtelen ez a vírus, tehát a külvilágban pár órán belül elpusztul. Ebből tehát az következik, hogy a vírusnak szüksége van ránk is, vagyis a sejtjeinkre, amin meg tud tapadni és szaporodni. Közel kell, hogy kerüljön hozzánk, hogy ezt meg tudja tenni, és hogyha segítünk neki, vagyis 2 méteren belül több ember tartózkodik egy létében, vagy nagyon sok ember tartózkodik egy rendezvényen, akkor ez egy nagyon ideális helyzet ennek a vírusnak. És ezért fontos a távolságtartási szabály is, és nem csak térben, hanem időben is el kell különíteni a találkozások lehetőségét, ez a kiállási korlátozás is tulajdonképpen ezt célozza meg. Én úgy gondolom, hogy minden szabály annyit ér, amennyit megtartunk, vagy betartunk belőle, és ez főleg azon múlik, hogy megértjük-e a lényegét, és egyetértünk-e vele. Mert az életünk múlhat rajta. A távolságtartás, tehát a maszk és a kézmosás, ezek a fontos üzenetek ezzel a vírussal kapcsolatban, és mi társas lények az intelligenciánknál fogva tudunk megfelelően alkalmazkodni ehhez a korábban nem tapasztalt és természetünkkel ellentkező magatartással is. Higgyék el, én ugyanúgy türelmetlenül várom, hogy véget érjen ez a járvány, de úgy gondolom, hogy minél fegyelmezettebben tartjuk magunkat az érdekünkben javasolt szabályokhoz, annál kevesebb áldozattal vészeljük át ezt a járványt. Mert sajnos, hát ma hallottam a hírekben, hogy már 4,2 millió embert fertőzött meg a világon, és majdnem 300 ember sajnos bele is halt. Tehát ezek nagyon magas számok, ez is jelzi a vírusnak a veszélyességét. Ha gondoljanak csak arra, hogy az elmúlt 3-400 évben azért nem voltak példanélküliek ezek a világjárványok, körülbelül 100 évenként az emberiséget megtizedelik világjárványok, sőt, hát a pestis járványra gondolunk, akkor már a római birodalomban is egy ismert dolog volt, és a középkorban nagyon sokszor visszatért. Az 1800-as évek második felében jelent meg Európában például a kolera járvány, aztán 1918 és 20 között 100 millió áldozatot szedett a spanyol nátha. Az 1950-es években jelent meg az ázsiai influenza, ami szintén Kínából indult ki, és utána kezdődtek meg a védőoltással kapcsolatos kutatások, az influenza elleni védőoltással kapcsolatosak. És hát itt van a fekete, illetve most már csak szerencsére itt volt a fekete himlő is, ami 1877 és 1977 között 500 millió áldozatot szedett, védőoltással sikerült eltüntetni a földről. És hát korunk járványa az AIDS is, ami a 60-as években ismertük meg, és azóta 38 millió áldozatot szedett. És hát itt van most sajnos ez a legújabb, ez a COVID-19, vagy koronavírus. Mi a különbség ezek között a világjárványok között? Miért nem tudnak a régebbiek újra kitörni, és a világ minden táján világjárványt okozni? Hát azért, mert megismertük, kiismertük őket, van már védőoltásunk, gyógyszerünk ellene, és ismerjük a járványok idején különösen fontos higiéniás rendszabályokat, amit az előbb megbeszéltünk. De sajnos a COVID-19 ellen még nincs védőoltásunk, és egyértelműen mindenki segítő gyógyszerek is csak kísérlet alatt vannak. Tehát a megelőzés a leghatékonyabb, amit tehetünk, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és másokra vigyázzunk egymásra.
De visszatérve a mai témánkhoz, a szívbarát táplálkozáshoz, miért is fontos a számunkra? Hát a lisztérzékenység az egy úgymond ritka betegség, mert csak az emberek 1%-át érinti valójában, viszont vannak népbetegségek, amelyek felelősek a vezető halálokokért, ilyen a szív- és érrendszeri megbetegedések, ezeket sajnos a lisztérzékenyek sem kerülik el, tehát számukra is ugyanolyan fontos, hogy tisztában legyenek. A lisztérzékeny táplálkozás is egy olyan táplálkozás, hogy egy kicsit kalóriadúsabb, mint a többi, és sajnos a hízásra hajlamosít, a hízás pedig önmagában a szív- és érrendszeri betegségeknek a melegágya lehet. Azokat a tényezőket egyébként, amiket már a tudomány így beazonosított, és a túlélésünk szempontjából negatív, tehát rossz irányba befolyásolja, azokat nevezzük rizikófaktoroknak. Vannak közöttük olyanok, amik velünk születtek, vannak, amiket tudunk befolyásolni, és vannak, amelyeket eredményesen is, például egyik napról a másikra is akár egy rizikófaktortól meg tudunk szabadulni. Szerintem kitalálták ezt például a dohányzás. Tudom kimondani egyszerűbb, mint megvalósítani, de ebben is tud segíteni az Zuglói Egészségfejlesztési Iroda. Keressenek rá, jelentkezzenek online a dohányzást leszokásában segítő programunkra. És hát említettem, hogy vannak adottságaink, ilyen a korunk, a nemünk és a genetikai állományunk, de ezek azok a rizikófaktorok, amin nem tudunk változtatni. Ezeket a szüleinktől örököltük, ezek hajlamosítanak bizonyos betegségekre, de jó is, hogyha ezekről tudunk tulajdonképpen, mert így tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogy hogyan tudjuk magunkat minél egészségesebben megőrizni, és a szív- és érrendszer ebből a szempontból a legfontosabb. Ilyen a magas vérnyomás, a magas koleszterin, a magas vércukorszint, vagy a cukorbetegség, de ilyen az elhízás, vagy a túlsúly, a mozgásszegény, életmód és a stressz. De hát a legfontosabb mindenféleképpen szerintem a táplálkozás. És akkor Etelka, megkérdezzek téged, hogy a szív- és érrendszer egészséges maradjon, te mit ajánlasz, milyen táplálkozást mondasz, mit folytassunk? Hú, Péter, köszönjük szépen ezt a sok-sok tulajdonképpen meglepő adatot, amit tőlük hallottunk a megelőző járványokról is. Az én mostani étkezéssel kapcsolatos kis előadásom egyrészt nagyon gyors lesz, tempós és dinamikus, hogy adjunk helyet, adjunk elég időt Kingának is, jó? És mivel sok mindent hallottunk már a prevencióról tőled is, sokszor fogom mondani kolléganőmnek, Emesének, aki a háttérből most megsegít engem, mert ő fogja vetíteni a diaképeket, hogy lépjünk tovább. Jó, rendben van. Köszönöm szépen, Emese, már is itt vagyunk az első képünknél. Azért vagyunk itt, most egymással közösen, mert minden klub foglalkozásunknak az az alapvető célja, hogy ismereteket adjunk át, és törekedjünk a megelőzésre. Lépjünk is tovább. Tudjátok, halmozott betegségek előfordulásakor a betegekkel való beszélgetéseim során mindig nagyon gyakran hallom azt, hogy valaki bizonytalan az étrendjét illetően. Az az ő gondolata, hogyha többféle betegsége is van, és az étrendi megszorítást követelne, hogy amit az egyikben szabad, azt a másikban nem. Igaz ez? Azt gondolom, hogy alapvetően nem, mert ami szabad, az nem feltétlenül kötelező. Az viszont igaz, hogy többféle betegség esetén muszáj árnyalni, és sokkal másabb a válogatás, amikor többféle szempontot kell összeillesztenünk. Szépen összevasaljuk a betegségek jellemző étrendjeit, ebben tud titeket megsegíteni a dietetikus. Lépjünk tovább, Emese. Nagyon fontos, és ez az aranyos kis homlokát törölgető szívecske is azt mondja nektek, hogy prevenció, megelőzés, igyekezzünk a meglévő bajt nem tetézni, körültekintés, életmód és étrendváltás szükséges, ha valakinek van már egy olyan alapbetegsége, egy olyan megbetegedése, mint a cöliákia, a lisztérzékenység, tegyen meg azért is, hogy ez ne váljon súlyosabbá, tegyen meg azért is mindent, és azért is, hogy mellé még csatolt betegségeket
ne szedjen össze. Nagyon röviden tekintsük végig, hogy mit csinálunk mi rosszul a táplálkozásunk során. Tudjuk, hogy egészségtelen életmódot folytatunk, kiegyensúlyozatlan a táplálkozásunk, és mértéktelenül fogyasztunk élvezeti szereket. Bocsássatok meg, most egy kicsit én ezt leveszem, mert rettentő melegen van benne, és párásítja a szemüvegemet is, mert annyit beszélek hozzátok. Lépjünk tovább, Emese. Látjátok, felsoroltam, hogy a magyar lakosság táplálkozására mi a jellemző, csak a legfontosabbakat mondanám. Sok a zsír, amit megeszünk, növényi olajok helyett. Sok a só, sok a cukor, ami a napi táplálkozásunkat jellemzi, és inkább állati eredetű fehérjéket eszünk növényi helyett, valamint nem ügyelünk a vitaminfelvételre se. Már is megyünk tovább, Emese tudja, mikor akarok én tovább lépni. Látjátok? Hogyha romboljuk a szervezetünket, hogyha kellemetlenül rosszul táplálkozunk, túlságosan magas az energiafelvételünk, akkor mi rombolunk, a rombolás következménye pedig az elhízás. Az elhízás, ha a következő képre léptünk, már is látjátok, más betegségek nagyon súlyos kockázati tényezője, és itt a mai témánkhoz kapcsolódóan a szív- és érrendszeri betegségeknek kifejezett előidézője lehet, okozója lehet, hogyha valaki a testsúlyát nem tartja kontroll alatt, tehát az arra való törekvés, hogy a testsúlyunk kontrollban maradjon, nagyon-nagyon fontos. Tudjátok, mindenki a ráktól fél, és ez teljesen jogos, hiszen nagyon sok tumoros megbetegedés és ennek következtében halál van a környezetünkben, de az emberek zöme, tudnotok kell, hogy szív-érrendszeri betegségben hal meg. Sokkal többen halnak meg ebben, mint bármilyen más típusú megbetegedésben. Hazánkban ez a vezető halálok. Tudnotok kell, hogy az elhízás, a helytelen táplálkozás, a rizikófaktoroknak, amik a szív-érrendszeri betegségeket kialakítják, körülbelül 60%-ában játszanak jelentős szerepet. Beláthatjátok, hogy rettentően fontos az arra való törekvés, hogy a testsúlyunk kordában tartva legyen, kontroll alatt maradjon, lehetőség szerint közelítsen az optimálishoz. Lépjünk tovább, Emese! Erről már Varga doktor beszélt, a rizikófaktorokról, aminek egy része uralható, egy része pedig nem. Lépjünk tovább, és nézzük meg, mi az, amin mi magunk változtathatunk. Talán hallottátok már ezt a kifejezést, hogy amit eszel, azzá leszel. Tudnotok kell, hogy azok a rizikófaktorok, amiken mi hathatósan tudunk változtatni, mint a magas vérnyomás, a magas zsírszint, a cukorbetegség, az elhízás, hogyha ezeket hathatósan változtatjuk, akkor a szív-érrendszeri betegség kialakulása számottevően csökken a hétköznapok során, és hosszú távon is sokat tudunk tenni, hogy megelőzzük ennek kialakulását majd a későbbi időszakban. Lépjünk tovább, Emese! Szép szám, nagyon szép szám, tudnotok kell, hogy ha a testsúlyunkra vigyázunk, a vérnyomásunkat kezelés alatt kordában tartjuk, vigyázunk az úgynevezett vérzsír szintjeink megfelelő magasságára, hogy úgy mondjam. A vércukrunkat is kordába tarthatjuk, együttműködőek vagyunk a saját egészségünket illetően, akkor a kezdeti megbetegedési, halálozási kockázat akár 80-90%-kal is csökkenhet az egyén esetében. Lépjünk tovább! Itt vagyunk végül is a lényegnél. Mire figyeljünk a táplálkozásnál? A mennyiségre feltétlenül. A mennyiségi korlát nagyon fontos, ha nem akarunk elhízni, túl súlytöbletre szert tenni. Természetesen az ételnek kell figyelni a minőségére és az összetételére is, és nagyon fontos, hogy az étel, amit megeszünk, az tápláló és változatos legyen, és mivel most egy cöliklubban vagyunk, hát tudnotok kell, hogy az egy minőségi étrendet követelő étrend,
minőségi válogatást követelő étrend, és nagyon gyakori következménye, hogy nem eléggé változatos, illetve hogy rostban szegény az a fajta táplálkozás, amit egy nem odafigyelő cöliákiás nap mint nap a szervezetével elkövet. Lépjünk tovább. Mit tehetünk? Először is megelőzzük ezt a helyzetet. Az egyoldalú, kevéssé változatos étrendet meg kell előzni. Nem tudtam kihagyni, hogy meg ne jegyezném itt nektek, hogy a középkeztető egységeknek milyen fontos szerepe van a vegyes változatos táplálkozás, mint szolgáltatás biztosításában, annak létrehozásában. Fontos, hogy a középkeztető egységek is úgy tervezzék meg a menüsoraikat, hogy azok optimális mennyiségben tartalmazzák az energiaszolgáltató tápanyagokat is, amire szüksége van a szervezetünknek, a vitaminokat, az ásványi anyagokat, és azokat a jófajta diétás rostokat, ami nélkül nem teljes az egészségünk. Lépjünk tovább. Tájékozódnunk kell. Ugye ott az elején említettem nektek, hogy sokszor van, hogy amit az egyik betegségemre ehetnék, azt a másikkal nem szabad. Azt mondtam, hogy ez nem helyes, össze fogjuk fűzni azokat a dolgokat, ami az egyikben és a másikban is jó, helyes és követendő. Most itt inkább azt emeltem ki, hogy mi az, amit ne. Ha valaki lisztérzékeny, cöliákiás, az gluténtartalmú gabonafélét ne fogyasszon, elsősorban ez a legfontosabb. Ha valakinek szívérendszeri betegsége van, amit ne tegyen, azaz, hogy mennyiségi korlát nélkül energiában gazdagon táplálkozik, ételt és italt fogyaszt. Lépjünk tovább. Ugye, az gyakran okoz gondot, hogy egyoldalú a cöliákiások táplálkozása, de azért is vannak az ilyen jellegű, egymást segítő klubfoglalkozások, hogy választhatjuk azokra a kérdésekre, akikben fölmerül, hogy hogyan védhető ki ez a fajta probléma. A gluténmentes alaplisztekkel a pékáruk rosttartalma növelhető, tudom, sokak számára még nem ismert a köles, a hajdina, a cirok, a barna rizsliszt, vagy a különböző maglisztek, de azt gondolom, hogy aki már itt van velünk, az fejleszteni akarja mindazt, amit tud, szeretne új információkhoz jutni, ez a mi célunk, ezeket szép óvatosan ki kell próbálni, és be kell iktatni a napi étrendetekbe. Hallottatok-e már a csiamagról, a kinoáról, az amarántról? Mind-mind valamennyi felfedezendő gabonaféle, ami hasznos lehet, vegyes és változatossá teheti a ti táplálkozásotokat, és nem tudom kihagyni, hogy most, amikor megmutatjuk a következő képet, akkor eláruljam nektek, hogy ott láthatjátok a csiamagot a képen, és nem tudom tovább magamba tartani, hogy a vendégünk, aki nekünk főzni fog, és a látványkonyhájában csodálatos dolgokat produkál, és most ezt velünk is megosztja, egy chia pudingot fog készíteni nekünk. Lépjünk tovább, Emese! Ha bármelyik számotokra ismeretlen gabonafélével nehéz lenne bánni, félnétek tőle, hogy elrontjátok a belőle készített ételt, nyugodtan kérjetek egymástól segítséget, én tudnám nektek javasolni a gluténmentes konyha és lisztérzékeny hétköznapok elnevezésű Facebook csoportot. Azt gondolom, hogy csodálatos recepteket láttam rajta én is, és elárulom nektek, hogy sok-sok dietetikus kolléganő tagja, és finoman moderálja, ha véletlenül valami olyat osztanának meg egymással az emberek, ami nem odaillő, vagy táplálkozás tudományilag nem állja meg a helyét. Lépjünk tovább. Hogyan is táplálkozzunk szív- és érrendszerünk védelmében? Ugye energiaszegényen, diétás rostokban gazdagon, erre pedig a mediterrán típusú étrend a legalkalmasabb, erről bizonyára hallottatok már, a magyar nép táplálkozásában nincs annyi zöldség és gyümölcsféle, nem fogyasztunk mi annyi zöldség és gyümölcsfélét, mint amennyit a tőlünk délebre elhelyezkedő államok
emberei magukhoz vesznek a hétköznapjaikban. Növelni kéne hát a zöldség és a gyümölcsbevitelt, valamint csökkenteni a magas zsírtartalmú ételeket, és általában az állati eredetű zsíradékokat, a cukrot és a sót a napi táplálkozásunkban, mellőzni, vagy igen csökkenteni a vörös típusú húsokat, és helyettük a baromfit és a halat választani. Mozogni. A mozgás, a fizikai aktivitás fontosságára nem lehet elégszer fölhívni a figyelmet. Lépjünk tovább emesen. Életmód és étrendváltás, mint látjátok, ott vannak a mediterrán típusú tőlünk délre elhelyezkedő államok. A kardioprotektív, a szív-érrendszeri betegségeket megelőző étrend, az nagyon hasonlít, szinte megegyezik a mediterrán típusú étrenddel. Lépjünk tovább. Ha tovább léptünk, akkor látjátok, ez a mediterrán típusú étrend táplálkozási piramisa. Mint látjátok, a piramis alját itt is a gabonafélék alkotják, ti viszont nagyon ügyesen, okosan egy-egy ilyen előadás után kiművelve most többféle gabonát fogtok használni, mint amennyit eddig az étrendetekbe iktattatok, és nem bánkodtok azon, hogy részetekre, számotokra a búza, a rozs és az árpa, mint gabona, nem igazán illeszthető étrendbe. Nem célszerű, mert akkor a diétát sértitek vele. Lépjünk tovább. Hogy valósítsuk meg a szív-érrendszerünk védelmében a követendő helyes étrendet? Csak nézzetek rá erre a táblázatra, próbáljuk a magasabb energiatartalmú, kevésbé egészséges ételeket, alacsonyabb energia, alacsonyabb zsírtartalmú magra kicserélni, feltétlenül elhagyni a csokoládét és azokat a gyümölcskészítményeket, amik plusz cukrot, plusz energiát vinnének a szervezetetekbe. Ezek helyett a gyümölcs alapú édességek azok, amit favorizálnánk, illetve a friss gyümölcs és a több zöldség nagyobb arányú fogyasztása. Lépjünk tovább! Csak egy mondatot mondanék arról, hogy minden friss vagy fagyasztott zöldségféle ajánlható a szívbarát diétázók számára. Tehát a zöldségek közül nem a konzerv feldolgozott termékek, hanem a friss vagy a fagyasztott áruk azok, amik elsősorban kell, hogy a táplálkozásotokba minden nap beépüljenek. Nézzük a következő képen a gyümölcsöket. Itt is a friss gyümölcsök élettani értéke, élettani hatása az, ami számotokra kedvezőbb lehet, valamennyiünk számára kedvezőbb lehet, hiszen az élettani értéke magasabb a friss gyümölcsöknek, mint a feldolgozottaknak. Itt arra gondolok, hogy a szirupban eltelt gyümölcsök és a nátriummal tartósított gyümölcsök fogyasztását szív-érrendszeri betegség esetén különösen mellőznünk kell. Lépjünk tovább! Már csak a helyi termelők támogatása miatt is azt mondanám nektek, hogy választhatok szezonális gyümölcsöt, zöldséget, és olyat, ami lehetőség szerint nem 100 vagy 1000 kilométereket utazott, mert mindig az, ami lehetőleg helyben terem, azt tekintjük a legfrissebbnek. Biztos, hogy az élettani értéke, a vitamintartalma és az ásványi anyagtartalma a legkevésbé sérült, hogyha nem kellett azt hosszú-hosszú heteken keresztül utaztatni, amíg eljutottak a fogyasztóhoz. Lépjünk tovább. Hoztam nektek pár tavaszi nyár elejei ötletet. A napokban a piacon jártam, én nagyon kedvelem a spárgát, és láttam, hogy milyen sokféle van belőle. Zsenge még, finom, a fehér színű is, a zöld színű is, én a zöldet jobban szeretem. Használjátok bátran, próbálkozzatok vele, articsóka, nem tudom hányan ismeritek, próbáljátok ki, nagyon finom, de a sokak által ismert spenót, sóska, retek is, most zsenge még, a hagymafélék is, most zsengék, tessék étrendbe iktatni, beilleszteni, minél gyakrabban, minél többször. Lépjünk tovább. A zsiradékoknál tartunk, és csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy az állati eredetű, telített zsírsavakat tartalmazó zsírok helyett
azt javasoljuk, hogy mindenki inkább a növényi eredetű olajakat válassza, mert ezek olyan zsírsavakat tartalmaznak, amelyek a szív-érrendszert védik a betegségek ellen. Az a jó nektek, ha sokkal kevesebb állati eredetű zsíradék megy a szervezetetekbe, mint amit a magyar ember a hétköznapokban fogyasztani szokott. Lépjünk tovább. A tejtermékek is állati eredetű élelmiszertermékek, ne feledjétek. Itt is törekedjünk arra, hogy az alacsonyabb zsírtartalmú tejeket, joghurtokat, a kevés zsírtartalmazó sajtokat, túrófélékeket fogyasszuk, és mindenképpen csökkentsük a teljes tej, a tejszínhab, a tejföl, illetve egyéb zsíros tejtermékek fogyasztását. Lépjünk tovább. Húsok, húskészítmények, nagyon becsapós tud lenni. Gondoljatok egy karaj meg egy tarja szeletre, melyik az, amelyik látható zsíradékot tartalmaz, a tarja inkább, mint a karaj. Csak arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy mind a tőkehúsoknál, mind pedig a húsipari készítményeknél igyekezzetek olyat választani, ami látható zsíradékot nem tartalmaz. Lépjünk tovább. És hát annyi mindent mondtam nektek töményen. Tudjátok, a felét nem lehet megjegyezni, mennyit együnk, mennyit igyunk. Nagyjából az eddig megszokottak felét. Ha vigyázni akarunk a testsúlyunkra, ha azt kordába akarjuk tudni, hogyha szeretnénk egészségesebben táplálkozni, mint ahogy azt eddig tettük, és próbáljunk meg több fizikai aktivitást, mozgást beiktatni a hétköznapjainkba. Azt hiszem, hogy ez az utolsó kép, amiről beszélni szerettem volna nektek. Köszönöm szépen, ha figyeltetek, remélem, hogy akit érdekelt, az egy-egy dolgot esetleg fel tudott jegyezni a diákról. Most pedig nagyon izgalmas dolog következik. Azt gondolom, hogy csatlakozik hozzánk a mi mesterszakácsunk, és megnézzük, hogy hol tart. Kinga, szólítalak. Itt vagy-e velünk? Mestét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Tehát most látom. Hogy állsz? Hogy haladtál a vacsorával? Hát előkészítettem itt a dolgokat. Egy töltött burgonyafánkot fogunk készíteni. Megfőztem hozzá a burgonyát, ami át van törve. Lepároltam hozzá a zöldséget, amiben van cukkini, kaliforniai paprika, hagyma és gomba. Ezzel fogjuk megtölteni a fánkot. És lesz benne még csirkemell, amit majd mindjárt megsütök. Nagyon izgalmasan hangzik. Kinga, nem bánod, ha néha beszélünk hozzád? Készítés közben? Közben nem. Ezt elkérem majd, és a honlapunkon megosztjuk veletek, jó? Úgyhogy mindenkihez eljut majd a recept írásban is. És akkor tetszik nektek, hogy készített étel, akkor azt a későbbiekben majd ti is el tudjátok készíteni. Hallgatunk, Inga! Nincs benne se tojás, se tej, úgyhogy tojás és tejérzékenyek is fogyaszthatják. Mindösszesen rakok bele 40 g kukoricakeményítőt és 80 g barna rizslisztet. Ez fogja összetartani az egészet. Barna rizslisztet használok, mert az lassan felszívódó szénhidrát. A glikémiás indexe alacsonyabb, mint a fehér társának, és hát valamivel egészségesebb. Ugye a gluténérzékenyek nagyon sok szénhidrátot fogyasztanak, ezért próbáljunk egészségesebbet választani. Most ezt összegyúrom. A barna rizslisztnek magasabb a rosttartalma. Igen, magasabb a rosttartalma, van benne B-vitamin, vas, és hát fehérje dúsabb. És a benne lévő szénhidrát lassabban emeli a vércukorszintet, ez az a bizonyos glikémiás index, amit említett nekünk Kinga. Lehet, hogy kiborítom ide, és akkor az ugye lesz. Itt a saját konyhámban azért... Kinga, mit lehet róla tudni? Hogy kerültél kapcsolatba a gluténmentes konyhával? Mesélj magadról egy kicsit.
Hát szakács cukrász végzettségem van, és a gluténmentes konyhával igazából a férjem által ismerkedtem meg, mert 8 éve kiderült, hogy cöliákiás. Álltam ott értetlenül, mert nem tudtam, hogy mi ez. És 8 éve még sokkal nehezebb volt ez a része, nem volt ennyiféle alapanyag, és mindent az internetről tanultam, hogy mit lehet enni. És úgy látom, hogy aki most szembesül vele, hogy cöliákiás lett, az megijedettől a feladattól. Pedig amúgy nagyon egyszerű, csak egy kicsit utána kell járni a dolognak, hogy mit mivel lehet helyettesíteni. Ételt választottam, mert az elég hétköznapi, és ugye a cöliákiások is fogyaszthatják. Ezt így gondoltuk. Legkönnyebb szerezhető. Közben megsütöm a csirke mellett. Megmosom a kezem. Milyen szépen összeállt az a tészta, Kinga. És ehhez is olívaolajat használok, abból is csak egy nagyon keveset. Nagyon szívkolom neked. Kíváncsian várjuk a végeredményt. Rakok rá túl borsot, egy kis fokhagyma bort. És akkor visszatérek ehhez a tésztához, amit elosztok 12 fele, és 12 ilyen pánkocska lesz belőle. Lesz hozzá majd egy kis saláta is. Zöldségekkel megtölte ugye a fánk, és akkor a szénhidrátban gazdagabb fánk egy kis salátával, így már teljesen egészséges lesz. Péter, ismerős ez az étel? Esetleg ez a burgonya fánk? Én még nem kóstoltam, de nagyon szívesen megkóstolnám. Igazából nem is fánk, mert ugye nem bő olajban sül, csak hát mivel ilyen kerek formája, ezért úgy gondoltam, hogy ez egy jó népel. Sajnos még én sem kóstoltam ilyet, de amit hallottam az összetevőkről, milyen finomságok vannak benne, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen megkóstolnám. Hát nem lett belőle 12, csak 11, de szerintem így is jó lesz. Közben a csirkemmel is nem sokára jó lesz. És akkor ezeket megformázom, egy kicsit meglapítom, csinálok bele egy kis mélyedést a közepébe, ide fogjuk bele tölteni a tölteléket. Kinga, mi is készülünk neked egy kis meglepetéssel. Már csak azért is, képzeld el, mert hogy te ilyen finomat főzöl, mi nem tudjuk megkóstolni,
Gondoltuk, hogy valami kis vacsora előzetes nálunk is legyen. Ó, de jól néz ki! Elmondanád még egyszer, hogy mi ez, amit beletöltesz? Hányma, gomba, cukkini és kaliforniai paprika megpárolva. Megpárolva. Nagyon finom kis párosítás. Rakok bele egy kis sajtot, hogyha valaki nem fogyaszt állati eredetűt, akkor növényi sajtot is lehet helyettesíteni egész nyugodtan. Ez tényleg csak az íze kedvéért, de akár ki is hagyható. Szeretek kísérletezgetni az új dolgokkal, meg főleg az egészséges ételekkel. Most akár két a csirkemell is. Addig szerintem, amíg várjuk a csirkemellet, addig megpróbálom a salátát megcsinálni. Már összekészítettem mindent igazából, csak össze kell dobni. Egy kis jégsaláta. Hát ez egy ilyen tavaszi friss saláta. Egy kis uborka. Paradicsom, meg kaliforniai paprika. Hát ez egy igazán hétköznapi saláta. Egy kis lila hagyma. Ez emeli az ízét. Kinga, azt gondoltam, hogy esetleg erre már nem lesz időt, hogy salátát is készíts nekünk, mert én gondoltam, hogy a tészta része az azért munkásabb folyamat lesz, úgyhogy képzeld el, hogy mi ezt a meglepetést készítettük ide, hogy majd meg tudjuk mutatni neked, mi is egy salátát készítettünk a finom ételethez. Na, teljesen jó. Két saláta jobb, mintha nincs saláta egyáltalán, igaz? Igen, persze, egy kis olívaolaj. Összekeverem is, végül is ez kész is. Még egy joghurtos öntetet csinálok rá. Az már szerintem csak a végén. Olyan finomakat főzöl, Kinga. Alakul a csirkemell is, nem sokára kész, és akkor folytatom is a fánkot. Igen, megnyerőnek tűnik, úgyhogy már nagyon éhesek vagyunk. A csirkemellre gyorsan egy desszertet is készítek, ami nem más, mint egy chia puding, ahogy már be is harangoztad. Ugye mondtam nektek. Ehhez annyit csinálok, hogy 3 evőkanál chia pudingot, felforralok egy kis tejjel. Azért forralom fel, mert így gyorsabban megszívja magát. Ez most egy fél liter tej, és 3 evőkanál chia puding. Lehet rakni bele egy kis citromhéjat. Használjunk biocitromot, ugye, hogyha megtehetjük. De azt is nagyon alaposan folyó víz alatt mossuk meg. Igen. És egy banánt is rakok bele, hogyha van érett banánunk, akkor az még jobb, de nekem most csak ilyen friss banánom van. A banánt azért teszem bele, hogy édesebb legyen, és akkor kevesebb édesítő vagy cukor kell bele. De én most édesítőt használok, eritritet, mert ez egy természetes eredetű édesítőszer. És hát ugye a fogyókúrázók nagyon szeretik, mert nincsen kalóriatartalma, nem szívódik fel a szervezetben. Minek? Minek, Kinga? Az eritritet. Minek? Ja, igen. Oké. Jó. Eritritet.
meg egy icipicit rakok még ebből is. És akkor egyet forralok rajta, és tulajdonképpen ez kész is lesz. Utána gyümölcsel rétegezzük, csak várni kell, amíg a chia mag megszívja magát. Ez a chia mag egy nagyon egészséges dolog. Úgy tartják, hogy ez egy szuper étel. Mindenféle tápanyag megtalálható benne, aminek a szervezetnek szüksége van. Közben elkészült a csirkemel is, mutatom. Úgyhogy megtöltöm vele a fánkocskánkat. Ha még lesz neki hely. És ezt itt is hagyom, mert ezzel fogom megpirítani a fánkot. Egy-két kockát belerakunk. És akkor megpróbáljuk összenyomogatni a sarkait. Nem tudom, lehet-e látni, hogy mit csinálok? Lehet, nagyon szépen lehet látni. Hát mondjuk, mivel nincs benne tojás, egy picit nehezebb vele dolgozni, de az ízért nem kár, vagyis hogy az ízért kárpótól érte. Meg ha ugye lenne benne tojás, akkor könnyebb lenne vele dolgozni? Igen, igen, az jobban összetartja a dolgokat. Meg hát ugye a gluténmentes lisztek, azok teljesen másak, mint a hagyományos, megszokott búzaliszt. Nehezebben formázható. És akkor már rakom is belesülni. Igen, említetted, sokan félnek is tőle, tudod, hogy a gluténmentes gabonafélékből készült liszttel nehéz dolgozni. Hát pont az hiányzik belőle. A sikert. Pont a lelke, ami a nyújthatóságot, a rugalmasságot adja a tésztának. Bizony a siker az hiány. Viszont hál' Istennek van egy-két alapanyag, ami nagyon jól helyettesített ezt a dolgot. Például az utifű maghé, egy nagyon, nagyon jó kis alapanyag. Ezt érdemes beszerezni, és akkor hozzákeverni a liszthez. És akkor egy hasonló állagot el tudunk érni, mint a búzalisztes verziónál. Miben próbáltad már, Kinga? Például a pékárukhoz nagyon jó. Nem lesz, aki használ gluténmentes lisztet, az tudja, hogy a pékáru az nem lesz olyan, mint a normális. Másnapra már kőkemény, szinte akármilyen liszttel, de hogyha használjuk ezt az útifű maghéjat, akkor ez egy jó kis puha állagot eredményez. Kevésbé szárad ki másnapra? Kevésbé morzsolódik? Valóban. Mert könnyebben formázható a tészta is. Lenne bármi tipped a megsütött pékárunak esetleges eltartására? Hogy tárolja azt valaki, hogy esetleg másnap is egy guszta pékárut tudjon oda tenni a tányérjára, reggelizni vagy vacsorázni szeretne? Egyik lehetőség, hogyha frissen, amint kisül, lefagyasztja, és akkor bármikor elővehető. Ha meg erre nincs lehetőség, vagy nem szeretné, akkor meg egy kicsit meg kell melegíteni, és akkor ugyanúgy friss marad. Vagyis, hogy friss lesz. Közben sül ez a fánk,
forgatom. Jaj, de szép! Ha nem kifliről vagy zsemléről, hanem mondjuk egy kenyérről beszélünk, akkor célszerű lefagyasztás előtt azt felszeletelni, és szeletenként fóliába csomagolni, úgy rakni a mélyhűtőbe, és csak annyit vesz belőle elő az ember, amennyit éppen fogyasztani szeretne. Így mindig friss és morzsálódástól mentes kenyérféle lehet előttetek. Ezt majd megsütjük később, mert már nem fér bele az időbe. Látom itt a hozzászólásoknál, Kinga, hogy ez a úgynevezett gyúródeszka, ugye, ami nem fából van, rettentően tetszik azoknak, akik velünk vannak. Igen. Hogy szerezted? Honnan van? Ez itt a reklám helye? Amit szerettem egyébként, szóval pár forint volt. Na, közben felfort ez a csiás, tejes keveri, és akkor annyi a lényeg, hogy megvárjuk még egy picit kihűlt, és látni is fogjuk, hogy be fog sűrűsödni, a csia magába szívja a nedvességet. Néha átkeverjük, és amint langyosra hűlt, ki lehet önteni pohárkákba, gyümölcsel, gyümölcsszósztal díszíteni, megrakni, nagyon fincsi lesz. Közben én már elő is készítettem itt, mert ugye nem tudjuk megvárni, amíg ez összeáll, szóval ez így néz ki. Hú, de jól néz ki. A közepében is van gyümölcs, csak hát nem látszódik, de raktam bele epret, áfonyát, banánt, és nagyon egészséges. Kinga, hát ezt nagyon szépen köszönjük. Ugye, akkor visszatérhetünk majd rá később, hogy én ezeket a recepteket elkérem tőled, és akkor megosztjuk mindazokkal, akiket érdekel. Nem tudom, nagyon jó kocskánk, mutatom, ha nem látom odáig a kamera. Addig még egy kis joghurtos öntetet csinálok a sajátához. Ami nagyon egyszerű, rakunk bele egy kis sót. Egy kis kaprot. Aki nem szereti, az ne tegyen. Egy kis fokhagymát. Megtállalom itt a vacsorát. És akkor igazából készen is van a fánk. Nagyon gyors, nagyon egyszerű, és annál finomabb étel. Érdemes kipróbálni. Ketté vágom, hogy lássátok, milyen a belseje. Látszódik benne a zöldség, a sajt. Nagyon jól néz ki. Készültem. Nagyokat nyelünk közben. Szívesen megkóstolnánk. Jól néz ki? Igen, nagyon jól néz ki. Nagyon mutat. Bingon, hogy kezd már sűrűsödni egy kicsit. Hát sajnálom, hogy nem tudjátok megkóstolni. De próbáljátok ki. Feltétlenül. A receptet pedig, ha átküldöd,
meg fogjuk osztani a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon. Kóstold meg! Kóstold meg legalább te! Megfogom, ígérem. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathattam ezt a kis egyszerű ételt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük nektek is, akik velünk tartottatok ezen kora esti órán. Úgy fejezem be, ahogy elkezdtem ezt az egészet. Nagyon örülünk neki, ha sikerült valamit is átadnunk mindabból, amit arról gondolunk, hogy hogy kéne figyelni, vigyázni mindazoknak az egészségükre, akik cöliákiások is szeretnék a szívérendszeri betegségeket, mint még kísérő betegséget elkerülni. Vigyázzatok magatokra, a magam nevében elköszönök. Tartsatok velünk a következő hónapban is. Nagyon jó, hogy velünk voltatok. Köszönjük szépen a nézőknek, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, maradjanak egészségesek, és főzzenek ilyen finomokat, amit látunk. Nagyon köszönjük a nézőknek, Péter, neked is az összefoglalót, Etelka, neked is a PPT-vel egybekötött mondani valót, amit megosztottál. Hát Kinga, te pedig szerintem fantasztikusat főztél. Én erősen éhes lettem itt közben, úgyhogy én is csatlakozom azokhoz a táborához, akik ezt szívesen megkóstolnák. Na de majd lesz még erre alkalom, azt gondolom. Nézők mindenképp próbálják ki, majd a receptet tényleg meg fogjuk osztani. Reméljük, hogy egy szuper jó ötlettel gazdagodtak most, és használni fogják. Mindenkinek jó pihenést kívánok, és további szép estét. Sziasztok! 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 A program készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.